a PF panelen belül megnézzük ezt a deform to path-et, hogy mire is lehet ezt használni. Első lépésben én azt mondom, hogy vegyünk elő egy nyilat, és a nyilat azt megrajzolom ide, majd lekattintok róla, és egy utat is létrehozok, méghozzá ezzel a tollal a vektor fogunk létrehozni. Kattintok ide egyet, majd ide, és azt mondom, hogy mondjuk legyen most egy ilyen alakzatunk. Ahhoz, hogy lezárjam ezt a vektorutat, duplán kell kattintani még ide, és most már található egy ilyen kis vektor rész. Ha kiválasztom az egeret, és shift-tel kijelölöm a nyilat, és azt mondom, hogy ezt a nyilat fogjuk ehhez az úthoz deformálni, akkor rákattintva a PEF panelen lévő Deform to hez előugrik nekünk egy panel, Amin belül 5-től 180-ig megadhatjuk azt, hogy milyen legyen a konvertálás minősége, most a 45-ös érték nekünk bőven megfelelő, OK gombra kattintva azt fogom kapni, hogy egy ilyen nyílunk lesz, a nyíl és az út most megjelent nekem, az út az nekünk nem kell, tehát Delete gombbal ki lehet törölni, és az alakzatot most már tehetem én akárhova. Ugye látható, hogy az alakzatra kattintva még ezek a sárga nyílak nekünk itt megjelentek, azaz a szélességét lehet itt is állítgatni, ott most már egy el is torzult, lehet nekünk a nyílnak a görbületét is állítani, én azt mondom, hogy ctrl el visszaállítom, és ugyanúgy a szélességét, a magasságát, tehát azon belül, hogy az úthoz konvertáltuk, még ezek a sárga kis méretező gombocskák, ezek ugyanúgy a funkciójukat betöltik, mint ahogy előtte betöltötték azt. Így bármilyen vektorral még egyszer egy úthoz lehet konvertálni.